Sziasztok! Most értem az a futásból. Sokan kérdeztétek, hogy ilyenkor télen ki milyen felszerelésbe fut, mennyire öltözik fel. Ezt fogom ma megmutatni. Most 2021. január 11-e van, reggel 8 óra. Most futottam hajnalba, jelenleg mínusz 11 fok van a városba, de az erdőben olyan mínusz 15. Úgyhogy ehhez képest fogom tudni megmutatni, hogy hogyan öltöztem fel. Hamarosan láthatjátok a videót. Sziasztok! Akkor, ahogy reggel megemlítettem, most egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen felszerelésbe szoktam futni. Főleg most télen. Ugye most ráálltam ezekre a hajnali futásokra, ez azt jelenti, hogy hét előtt szoktam elkezdeni a futást, és a hosszától függően ilyen maximum 10-ig szoktam befejezni. Ez azt jelenti, hogy a hajnali nap felkelte az benne van, ez ugye a napszak leghidegebb része. Így, ha az időjárás előrejelzés mutat egy leghidegebb időszakot, az mindig ez lesz. Ennek megfelelően választom meg ugye az öltözéket. Ez nálam úgy szokott kinézni, hogy 4 szett ruhámban, télire is, tavaszra is, őszre is, nyárra is. Ez a téli 4 garnitúra, ez így egybe szokott lenni csomagolva. Így nem kell futás előtt ezzel bajlódnom, elég csak a ruha kimosása és kiszállítása után így összeszedni, és utána futás előtt már csak ehhez kell hozzányúlni. Na most itt van ugye 3 szett, a negyedik az ugye a reggeli szennyes, ezt kettesével szoktam kimosni, és kettő biztosan mindig tiszta és száraz. Na most hogy néz ki ez kibontva? 2 ebből leteszünk. És akkor nézzünk csak egyet, hogy mégis mi van ebbe belecsomagolva. Tehát ugye ezt így szoktam szépen összecsomagolni. És ezek úgy vannak összeállítva, hogy felöltözéskor, felvevési sorrendben. Ugye van benne egy technikai alsó, aztán van benne egy hosszú nadrág. Hát lehet, egy picit csíkosan látszik a napfénytől, de azért látszik, hogy ez egy nadrág. Ez egy ilyen sí aláöltözős polár nadrág. Télen ez szokott nekem beválni. Aztán erre jön rá egy rövid nadrág. Hát nyilván mondanom sem kell, hogy minden egyrészt technikai, tehát mindegyik sporthoz készült, illetve minden, amit használok, az Decathlon saját márkás. Ezzel nagy titkot nem árulok el. Aztán felülre szokott olyan jönni, hogy egy ilyen testhez álló aláöltöző. Ezt még Magyarországon vettem, itt nem is találtam ilyet. Ezt nem is a futórészlegen lehet megtalálni, hanem a focisták részlegének a felszerelései között, és úgy lehet megtalálni, hogy futball aláöltöző. Ebből van hosszú ujjú is, van 2, ami hosszú, van 2, ami rövid. Mind a kettőt szoktam télen használni. És ugye arra ez jön alulra, ezt azért szoktam használni, mert ez testhez áll, és ez nem irritálja a bőrt, ugyanis nem mozog a bőrön, ez azért jó. Ugyanez miatt jó a nadrág is, testhez álló, és nem dörzsöl sehol. Aztán felülre egy szintén, ezt is úgy árulják, hogy sí aláöltöző, ez is belülről polár, ez a nagyon jó finom anyagú.
Ez jön felülre. Aztán egy pár zokni. Egy pár kesztyű, ez is polár. És egy sapka, ez is polár. Aztán, ami még nekem kelleni szokott, az a fejlámpa. Ez marha jól bírja, nagyon sokáig. Na most ez a felszerelés, ez téli felszerelés, ami azt jelenti, hogy 5 és ilyen mínusz 7, mínusz 8 fok. Tehát amikor már 5 fok alá esik a hőmérséklet, illetve még nem megy mínusz 7, mínusz 8 fok alá, addig szoktam csak ezeket. Most ez a mai nap ez kivételes volt, mínusz 15 fok volt éjjel, ezért én ezt még megdobtam egy futó hosszú nadrággal. Ez már nem egy aláöltöző, nem egy testhez álló, hanem egy rendes hosszú polár futó nadrág. Illetve felülre pedig egy ilyen szél jacket. Ezt azért szoktam, mert ez nem engedi át a kapucn, és nem engedi át a szelet. Tehát, hogyha esetleg ez a mínusz 15 fok még társul is egy kis széllel is, akkor ez brutális tud lenni, úgyhogy ezt csak amiatt vettem fel. Egyébként ezt annyira nem szeretem használni, mert pont emiatt, hogy nem engedi át a levegőt, nagyon könnyen meg lehet benne izzadni. Tehát egy valamennyi kilométerig ez jó, kellemes, de hosszú távon inkább rossz, úgyhogy ezt csak ilyenkor szoktam használni. Igazából ez a felszerelés, ez még mindig nem az a felszerelés mennyiség, amit még nyáron mutattam be a terheléses edzés miatt, ami egy hőterheléses edzés volt. Azt itt meg lehet nézni, azt a videót, az is egy nagyon érdekes videó. Ott egy hőterheléses edzés volt, ami annyit jelentett, hogy az amúgy is meleg kinti hőmérsékletre, ami akkor 33 fok volt, még rávettem szinte mindent, amit a szekrényben megtaláltam. Ugyanezeket a cuccokat vettem fel, annyi különbséggel, hogy felülre vettem fel még egy hosszú felsőt. Tehát egy hosszú újú felsővel volt több rajtam nyáron. Illetve a sapkára még rávettem egy baseball sapkát. De ugyanúgy kesztyű, két nadrág, zokni. Úgyhogy nekem ez a téli felszerelésem. Nyilván ez, ahogy jön a jó idő, kerülnek le a felső rétegek, tehát már 5 és olyan 15 fok közötti hőmérsékletnél ott már ugye nincs kesztyű, nincs sapka, aztán utána lekerül a felső hosszújú, aztán olyan 15 fok fölött már lekerül a felső, vagy a nadrág, hosszú nadrág. Tehát ezekről majd még készítek videót, hogy mi a nyári kollekció. Úgyhogy én így szoktam megoldani. Nekem ez így válik be, de hát ezt mindenkinek ki kell tapasztalni. Még annyi jutott eszembe, hogy sokan panaszkodtak arra, hogy a hideg levegő az megállt a torkuknak, és sok helyen láttam, hogy kérnek erre tanácsot. Pár helyre be is írtam, hogy nekem az a tapasztalatom, hogyha az ember, és ezt Lubics György is leírta egyszer valahol, és én pont olvastam is erről, ő mint házi orvos nyilatkozott, és mint ultrafutó, és mint Lubics Szilvinek, ahogy a férje, mondta azt, hogy ha az ember folyamatosan megy bele a télbe fokozatosan, a nyarat is végigkint edzi a szabad levegőn, utána az őszt is, és úgy megy bele a télbe, akkor ezekhez a viszonyokhoz adaptálódik a szervezet. Tehát igazából nem fog túlságosan ártani a szervezetnek ez a hideg levegő, mint ahogy amikor ugyancsak belemegyünk a nyárba, ott meg a meleg. Tehát ezekhez a székhalati viszonyokhoz alkalmazkodik a szervezet. Tehát, hogyha valaki így megy bele a télbe, akkor egy ilyen, akár úgy, mint én, egy mínusz 15 fokig is ki lehet bírni mindenféle sál nélkül,
Úgyhogy ha valaki így megy bele a térbe, akkor nem feltétlenül fog ezzel bajlódni. Egyébként nekem még annyi problémám szokott lenni a sállal, hogyha esetleg régebben felvettem, hogy az a lélegzetvételtől felfogja a kilélegzett párát, ez lecsapódik, nedves lesz, sokkal kellemetlenebb. Inkább szokassa mindenki hozzá magát a hideghez, és akkor ezzel nem lesz problémája, mint hogy plusz ruhát vegyen fel magára. Ennyi lett volna mára. Remélem tudtam segíteni, vagy legalább egy kis iránymutatást azoknak, akik még télen nem futottak, hogy néz ki ez a téli futás, milyen felszerelés kell hozzá. Tetszett a videó, akkor jöhet rá egy like, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor iratkozz fel, és akkor a hasonló videókról kapsz értesítést, és köszönöm szépen, hogy megnézted, további jó szórakozást! Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá, itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb!